mai programunk előadója Jancsik Zsolt, író, költő, zeneszerző, és többek között a ma bemutatásra kerülő Ezüstpolytár című verses elbeszélésének a szerzője. Jancsik Zsolt szerint Petőfi szelleme itt van közöttünk, és János Vitézből Ezüstpolytár, hogyha mondhatjuk ezt. És ennek a könyvnek az apropója, a János Vitéz megjelenésének 175. évfordulóját kapcsán merült fel Jancsik Zsoltban. Program a Petőfi Kulturális Program, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósult meg. Úgyhogy fogadjátok őt sok szeretettel, és át is adom a szót. Na hát hallom, hogy egy mesetáborban vagytok. A mese az nem csak gyönyörű egy magyar népmese, hanem nagyon sok tanulságot is hordoz, és azért szerettem a meséket hallgatni, meg aztán olvasni, mondjuk írt Julának a 77 magyar népmeséjét, ajánlom figyelmetekbe, aki még olvas, mert nagyon nagy tudás is van benne, és közben úgy, hogy szórakoztat, nevel is. És ezt a magyar népmese sok ezer éven keresztül tudta ezt csinálni. Ebben van egy nagy-nagy népi bölcsesség beleoltva. Az olvasása a te képzeletet teremti meg azt a világot, ami körülvesz téged. Ez sokkal jobb szerintem, mint egy ilyen a világ, azt fogadd el, vagy valami. Hát én ezt nem szeretem. Én azt szeretem, hogy a világ sokkal csodálatosabb, és sokkal egyszerűbb, és egyszerre bonyolultabb is, és szebb is, mint amit tanítom.